Miért fontos a víz tisztítása? Egy átlagos ember egész élete során körülbelül 50 ezer liter folyadékot fogyaszt el. Ez egy nagyon nagy mennyiség, és ugye általában nem csak a mennyiség a fontos, hanem a minőség is. Az egészségtudatosság növekedésével és a környezettudatosság növekedésével is egyre nagyobb teret kaptak a víztisztító berendezések, hiszen a csapvizet, ami rendelkezésünkre áll, szeretnénk megszűrni a legjobb minőséget, adni saját magunknak az egészségünk szempontjából, másrésztről pedig a háztartási berendezéseinket is szeretnénk megóvni a vízkőlerakodásoktól. A csapvíz, amit iszunk, abban mi van, hogy tisztítani kell? A csatorna hálózatokba, illetve hát a vezeték hálózatokba szennyeződések rakódhatnak le, korrodálódhatnak ezek a vezetékek, illetve hálózatok, ami végső soron bekerül a lakásokba, a házakba, ezért nagyon fontos, hogy ezektől megtisztítsuk a csapvizet. Amikor vizet tisztítunk, akkor szűrésről vagy lágyításról van szó, illetve pontosan milyen folyamat történik? A vízszűrés és a vízlágyítás gyakorlatilag két különböző fogalom. Amikor vízszűrésről beszélünk, akkor a mechanikai szennyeződésektől szabadítjuk meg gyakorlatilag a csapvizet. Ezek lehetnek mindenféle lebegő szennyeződések vagy paraziták. Ha víz lágyításról beszélünk, akkor gyakorlatilag a vízben található ásványi anyagokat, oldott ásványi sókat távolítjuk el, vagy kötjük meg. Egyébként van különbség a vízszűrő berendezések között? Igen, választhatunk különböző típusok között, csappal, esetleg csap nélkül, hogyha már a meglévő konyhapultunkat nem szeretnénk kifúratni, akkor igazán praktikus lehet egy csap nélküli verzió, ami gyakorlatilag a mosogató csaphoz direkt bekötéssel lehetséges. És hogy kell elképzelni, milyen egy jó vízszűrő? Nagyon fontos, hogy ANTS engedéllyel rendelkezzen, mint engedélyező hatóság. Ezen kívül márka képviselet vagy hazai ügyfélszolgálat, akiket fel tudunk hívni, hogyha telepítés során problémába ütközünk. Ezen kívül a karbantartási igénye a víztisztító berendezésnek, mennyire könnyű összeszerelni, mennyire gyorsan lehet cserélni a szűrőbetétet, ugye, amit meghatározott időközönként szükség lesz otthon a háztartásban cserélnünk. Mindezek nagyon fontosak. Érezhető ízében a szűrt, illetve a normál csapvíz közötti különbség? Ízében a klóros ízt nem érezzük, hogyha esetleg helyileg ilyen adottságokkal rendelkezik a csapvíz. Egyébként megmarad a víznek a kellemes édes íze. Eszter, arra gondoltam, hogy végezzünk egy tesztet. Az egyik pohárban szűrt víz van, a másikban nem, és szeretném, hogyha megállapítanád, hogy melyik pohárban van a szűrt víz. Állok elébe. Egyértelmű, ez a szűrt víz. Igen, ügyes vagy, Eszter.